Hellóztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a mai premierben, vagy videóban, attól függ, aki most nézi velem, vagy csak utólag. A mai videóban a Hello Neighbor 2 demóval fogunk játszani. Már csináltam egy teszt videót a múltkor, csak ott volt, felmerültek gondok, és úgy voltam vele, hogy azt inkább akkor nem töltöm föl, csinálok róla egy másikat. És mivel ugye most nagyon nem értem rá, így el is felejtettem, hogy konkrétan a játékban eddig mit csináltam. Ez az egy hét, ez most nagyon kifizetődött, mert ismételten elfelejtettem, hogy mit kell csinálni, és úgy is akartam vele játszani. Annyit jegyeztem meg a múltkori teszt videó során, hogy azt a rohadt 50 FPS... bazeg, megint be kell állítanom ezt a játékot, bocsi srácok. Ugye van az elején egy ilyen tutoriálszerűség. Ha jól tudom, ezt a kart meg kell húzni. Ja, nagyon jó. És ugye ott van a szomszéd szemben. Nagyon jó. Ott mented el az előbb, ha jól láttam. Na jó, mindegy. Kell nekünk... Ez mi? Látok, ezt hogy kell fölvenni? Aha, ez a kulcs. Ja, ez kell az ajtóhoz. Jó, oké, oké. És ugye itt van a fogas kerék következő része, ami ide kell. Szerezni kell valamit. Á, ez egy crowbar. Nem tudom, így be van bugolva, semmi gond. Ott van. Ha jól tudom, erre a crowbarra még szükségünk van, úgyhogy én ezt egyelőre ide leteszem. Mert úgy volt a múltkor is, ha jól emlékszek rá, kell a crowbar majd. És jól tudom, azzal be kell cseszni az ablakot? Aha. Nagyon jó. És itt ez a másik darabka, ami azt hiszem ide kell. És már csak a lila kell, ami jól tudom, fönn van az emeleten. De azért körbenézünk itt még. Azta! Lehet focizni a kővel. Hát ez hihetetlen. Hát valószínűleg fönn lesz az emeleten. Sőt. Ja igen, kell még a crowbar ide tényleg. Te hülye vagyok. És akkor így. Aha, és a kontrollal kell. Jó. Ezt most ha tényleg itt hagyjuk. Itt hallok kisebb ajtó nyitogatás hangokat, ez nem tudom, hogy most megfélemlítése akar lenni, vagy csak úgy. Másszunk létrát. Ültem, milyen hangok vannak. Nem tudom, múltkor is volt ilyen hang, vagy kapott egy update-et, na mindegy. Na, mert ugye megvan az utolsó, és elvileg ennek így ki kell nyílnia. Ugyebár. Igen! Nagyszerű. jó van, srácok. Jó, hát akkor... Hát menjünk. Ha jól tudom, az előző teszt videóban... oldalról kezdtem meg ezt. Igen, itt tök jó ilyen kis kellemes zenék vannak. Ugye itt van... hogyan is hívják ezt a macskát? Azt hiszem Imbir? Anyád. Jó van. Nézzünk körbe, mert az az igazság, hogy nem nagyon emlékszek rá, hogy mik találhatóak itt a itt az ásó. Nagyszerű. Erre az ásóra szükségünk van. Erre a végére emlékszek amúgy annak a teszt videónak, ha jól tudom, ott is az ásót használtam. Így a végén. Elvileg hátul van valami, amit így ki lehet nyitni. Közben a szomszéd nem tudom hol van, az most nem is érdekel annyira. Inkább kezdjük az elején olyan dolgokkal, amiket úgy... amire így nagyon emlékszek. Hátul van valahol egy... eszem, ez az? Aha. Nagyszerű. Ja, és ugye itt van ez a... hát ugye a szomszédnak a lánya, ugye, aki a Hide and Seek-ben is van. Akiben a... na, a Hide and Seek-ben vagyunk. És őt kell oda tenni majd... jó. Ezt meg kellene nézni, hogy hol a szomszéd. Hogy per pillanat bele tartózkodik. Á, ott van. Hát jó, mindegy, de nem tudom, hogy hol van. Vagy ott volt? Vagy az nem ő? Nem tudom. Az lenne a lényeg, hogy nem akarok elveszíteni... dolgokat. Tehát ez feletté fontos, nem akarom elveszíteni a tárgyakot, úgyhogy majd... jó, akkor ezt hagyjuk a végére.
Szerintem egyelőre azt sem, hogy mindent ide gyűjtök. Szerintem ez így logikus, ide gyűjtök mindent. Aha, ott a szomszéd, most láttam. Ide jön. Eltűnt. Pedig itt volt az előbb. Itt vannak itt ilyen... furcsa dolgok. Nem tudom, hol a szomszéd? Az akkor nem akarok bemenni, mert... mindig akkor... ó, ott van, ott van. Jó, oké. Okay. Jó, bemegy abba a házba. Vagy a szobába. Most akkor gyorsan bemegyünk. Ugye itt a szomszédnak a figurája. Akit ide kell tenni, így. Valamint... hó! Azt a... fussál már! Öcsém, de lassú a karakterem. Hú, ez közel volt. Nem számítottam arra, hogy bejön. Ott van. Ilyenkor ott van. Ugye van a hátán egy kulcs. És... és azt akarom megszerezni, de... hogyan? Nem tudom ám amúgy. Mert most... ha jól látom, ebben a... demóban még nem lehet mászni. Legalábbis én úgy látom. Ja de! Jó, most nincs itt. Azt hiszem a hűtőben van a kaja. Ugye, ami imbírnek kell. És akkor ugye... és ugye elvileg... szórakozz a kajával! De miért azzal? Jó, mindegy, majd begunja. Az a lényeg, hogy a kaját oda kell neki rakni. Azt hiszem... de ez még továbbra is zárva van. Mit kell itt csinálni akkor? Én most bemehetek a házba, de most azzal sokat nem érek. Aha. Nem épp. Vagy ki kell neki... az a gond, hogy nem emlékszek rá már nagyon. A fia meg... jó, de közben arra is figyelek, hogy hol van amúgy. De miért megyek ilyen lassan? Nem tudom, itt még lehet valamit csinálni? Nem tudom ám. Na. Azaz. Nagyon jó, megvan a térkép. És az majd mindjárt mutatom, hogy hova kell. Van ott egy... ah, most megy. De nem, az a gond, le fog ülni. Elvette a crowbart. Ujjjj, ezt nem akartam. Jó van, én is ügyes vagyok. Na mindegy, nem érdekes. Jó, akkor számítsunk 10 percet, azt hiszem. Nem tudok előre tekerni a stopper órában? Na, gondolom ez nem úgy működik. Jó van.
az a lényeg, megy a... Izzé, az jó van. Na. Jó napot, szomszéd! Mi az a nézés? Mi volt az a nézés, azt láttátok? Jó, hogy nem kulcs van a hátán, hanem egy csavar? Az egy csavar. De az hogy lehet tőle leszedni? Gondolom meg kell dobni valamivel, hát egyértelmű. És akkor elesik, és gondolom akkor lehet tőle elvenni. Jó, mindegy. Azt a rohadt életem! Jézus Isten! Hát nem hittem volna, hogy utánam jön. Anyám, de beszartam. Most rendesen beszartam. Jó, az a lényeg, a térkép megvan. Addig gyorsan menjünk be a... a fürdőszobába. Bassd meg! Ezt meghallotta. Ezt tuti vagyok benne. Vagy még nincs annyira megcsinálva, hogy ezt hallja. Nem tudom. Bár ki az a hülye, aki nem hallaná ezt? Á, megvan, ott van. Basszus! Jó, még hozzá kell szoktam ez a játékhoz, de rendesen. Ó, ki jön? Francba. De mi az a nézés? Érdekes. Ja, jó, hát egy kulcs, tényleg. Jó. Ha minden igaz, akkor... akkor azt a festményt kell... megnyomni. Aha, megnyomtam. Ajaj. Jó, ezért meg így jönni fog. Jó. Meghúztam a festményt. Nem tudom, hogy most azzal nagyon mit kell csinálni, tehát... vannak a házban ilyen festmények, és nem tudom, hogy mit lehet velük csinálni. Az a gond, hogy Áron az nem tudom hol van. Vagy ha jól tudom, a szobában van, valamelyik fiókban. Nem tudom, ám az az igazság. Mindegy. Jó, mindegy. Annyira mondjuk mindegy. Jó. Azt a rohadt élet! Ezt nem hiszem el, pedig pont kiakadt. Ezt nem hiszem el. Ezt a csávót frankon nem hiszem el. Direkt ki akartam játszani, hogy jó, akkor megfordulok, mert biztos arra ment. Nem. Francba. Áront kéne megkeresni, de nem tudom hol van. De jól tudom, a izébe van, a hálószobában, ha jól emlékszek rá. Valahogy be kéne menni. Csak az a gond, hogy nagyon hiperaktív a drága szomszédunk. A Peterson szomszéd. Eléggé hiperaktív. Az a gond, hogy semmilyen ledobó eszköz nincsen, hogy így tudod... Ja, de vannak a kövek! De hülye vagyok. Vannak ezek a kövek itt a ládában. Te fölveszek vele... egy párat fölveszek. Aztán betörök vele ablakokat, bár nem tudom, hogy azzal sokra lehet-e menni. Na nem. Na, hol van? Remélem, don't mindolja. Mert... jó, az emeletre biztos nem lehet felmenni, ez tipikus pri-alfa szituáció. Na jó, van.
Oho! Itt vannak dolgok, itt van ilyen nagy kulcs. Itt egy láthatatlan fal van. Ott lehet látni. Van bent egy kulcs. Konzerv. Meg egy króbar. De továbbra sem működik. Jó van. Hát nem tudom. Nem tudom, srácok, nem tudom. Jó, akkor még hozok be. Nem, ez volt az összes kő, nem? Ja, francba. Nem tudom, van még itt, amit el lehet dobni? Jó, akkor viszem a lányt. De itt honnan esett ki az üveg? Jó, mindegy, annyira nem is lényeges, mondjuk. Jó, akkor vigyük a lányt. Meg még akkor kell a srác, de... Ó! Ó! Jó, hogy itt a srác, de és csak? Itt van. De hogy... Na, nem tudok fölkelni. De hogy lehet ezt kiszedni? Hoppá, fönn vagyok a lámpán. Ennek van valami jelentősége? Aha! Ott a fest... Jaj, tényleg, még itt is van festmény itt a konyhában. Nagyon jó. Nem tudom, ezekkel a festmény elforgatásokkal lehet csinálni valamit. Hogy így körbe megyünk a házba, és akkor vannak itt ilyen szusz festmények. Én csak szusz festménynek mondom, mert... Jó. És ezeket így el lehet forgatni. Hát nem tudom, hogy van-e különösebb jelentősége, de én most elhúzom őket akkor. Nem tudom, itt megint van ez a fordított szoba, és egyszerűen imádom. Itt van előttem. Jó. Jó van, akkor ezt valahonnan a másik oldalról kell ezt rendezni. Leül? Ülj le! Jó, erre elindult, jó van. Csókolom! Most kíváncsi vagyok rá, inkább próbálkozunk többel, mert úgy értelmét látom. Dere! Nem tudok dobni. De nem, nem kapja. De akkor hogy kell? Az a gond, hogy eldobtam az összeset. Valahogyan annak a titkos ajtónak is ki kell nyílnia, de... Mit tudok itt magammal vinni? Az itt a kérdés. Itt a kő, ez kimerült. Itt van még valami? Ezek a kerti törpék nekem nagyon gyanúsak. Jó van. Nem tudom, itt keresgéljünk itt a házban még valamit. Az a gond, hogy... A múltkor az elég jól megcsináltam. Csak hát ugye az múltkor volt, ugye. Van a könyv, szék. Nincs itt semmi. De tök jó amúgy, hogy a saját házamban nincsen semmi izé használható. Jó, hát mondjuk ez az eredeti játékban is így volt. Vagy hát az elődjében is így volt. Na mindegy. Meg kéne néznünk a hálószobákat. Csak úgy kéne időzíteni, míg ez a köcsög nem itt van. Hello! Jó napot!
Inkább jó estét! Aha! De ez zárva van. Ó, ja, hogy ez a csavarkulcs kell! De hogy vett észre? Hát de már rég elhagytam a ház. Jó, van, mindegy. Ezek meg hova köptem már megint? De hogy kell leszedni a csavarkulcsot a hátáról? Hello? Nem, nem lehet. Most meg odalősz, lett egy nyomori... Aj, Istenem. Biztos le kell dobni, tehát ez 300%. Csak nem tudom mivel, mert már elvette az összes kövemet. Hát a köveimet elvette, tehát ez hogy lehet? Istenem. Jó van, nézzünk körbe. Általában mindig ilyen vötöfő helyeken szokott lenni mindig a legópébb dolog a világon, úgyhogy most körbenézünk. Itt a pálya szélén, hát ha van valami, amit így... Itt egy oszlop, jó van. Ó, itt az ásom. Ezzel üssük le. Az a gond, hogy csak a házban lehet leütni ezt a csávót, tehát kint nagyon már nem lehet, úgyhogy ezzel így fogunk próbálkozni. Így megyek már, érted, már dobom neki. Most nem itt van. Jó. Á, itt van. Nagyszerű. Ledobjuk. Figyeld. De nem kap. Játjátok? Ezt, akkor ezt hogy kell elvenni tőle? Ha most dobtam le vele. Jó, elvette az ásómat. Jó van. Most meg abba a házba megy be. Ezt neked! Jó napot! Szerintem voltam ugye egy update ezen a játékon, én azt kell, hogy mondjam. Nem. What?! Mi?! Á, most kell venni tőle? Ne! Ne vidd el, te állat! Hova viszed? Hova viszed? Az az én ásom! Visszaviszi a helyére? De várjátok, de most van időm bemenni a házba. Akkor gyorsan nézzük meg, hogy itt mi van bent. Ugye itt van ez a medve. Nem tudom, van még itt valami, ami így... Ja, itt meg ráadásul még kód is van. Ugye van itt ez a kód itt a plafonon, ez a... 3... 5... 7... 9... 3... 5... 7... 9... Nem. Egy 9, 7, 5, 3. Ez az nyom meg az egyest. Lehet, hogy ezt a széfet még nem lehet használni amúgy. Na most gyorsan elviszük az ásót. What? Ez ki fog jönni, értem? Biztos, hogy volt ennek akkor ennek a demónak egy izé... update-je. Ugye folyamatosan változik a zene amúgy. És ha jól tudom, ez a... Ez a majdnem észrevettelek... zene, azt hiszem. Ez megint a chill. Ah, ott van. De hogyan lehet?
Hallod, mondd már meg nekem, hogy lehet a seggedről levenni azt a csavarkulcsot, légy szíves. Hát esküszöm, nem hiszlek el. Hoppá. Hát jó van, én azt most elhiszem, hogy alszik, de nekem azzal most mit csináljak? Hú, ez közel volt. Most szerintem ezt az ásót is tegyük le, mert erre szerintem nem lesz szükségünk. Vagy? Próbáljuk meg azt csinálni, mint az Alpha 2-be, tudjátok, mikor mögé kell settenkedni és el lehet tőle venni. Próbáljuk meg ezt. Beszokta... Jó, hogy neki kell beírni a kódot? Na azt nem tudom ám amúgy. Lehet, hogy neki kell beírni a kódot, és lehet, hogy nyitva hagyja. Megfordulsz, bazd meg! De... Lehet kukucskálni amúgy? Nem. Jó van. Próbálom vele azt megcsinálni, hogy megálljon egy helyben. De szerintem ugye soha nem fog összejönni, úgyhogy ezt szerintem hagyjuk is. De úgy kezdem hogy egyre élethűbb lenni az a, ez a szomszéd amúgy. Mr. Peterson. Jó, akkor nézzük. Most jobb ötletem nincsen. De nézzek, megint rossz fele megy. Mit csinálsz ott? Ujjajjajjaj. De engem fordulj már meg az ajtóba, könyörgöm. Ezt nem hiszem ezt a csávot. Komolyan mondom, éjjel-nappal belehetnénk ezen a pályán, se tudnánk megoldani, mert... Pont ő a zavaró tényező. Meg az a gond mindig olyan helyeken van, ahol pont nem kéne. Mert mindig... Meg kéne nézni, hogy... Ugye van itt ez a robot is, és... Nyisd már ki! Jó. Ugye itt vannak dolgok. Ja, itt is van egy elforgathatós festmény. Most amúgy azt nem tudom, hogy ő állítgatja ezeket a festményeket, vagy már én bolondultam meg, ahányszor rájuk fordítottam. Mert ennek az ajtónak is ki kéne nyílnia valahogy, de... Nem tudom, hogy. Tényleg, hogyha bárki tud valami segítséget nyújtani, azt én azt szívesen elfogadom. Csak ne a... Ne a chat, ne a izére, a live chatre, hanem kommentben. Mert... Ha nekem itt a YouTube valamit elront, akkor... Jó, lehet, hogy most már működik. De hülye vagyok, ahhoz mindig a túloldalra kell menni. Csak az a gond... Hogy ő meg már nincs itt. Te szihetetlen ez a csávó, de tényleg... Aj, gyerekek... Nem hiszem el. Komolyan mondom. Ilyen a földön nincsen. Esküszöm. Eltűnt a csávó. Hallom, hogy mászkál, de nem... Ja, alszik. Ez az... Egész pont most kell fölkelned. Nem észlek el.
Tényleg. Jaj, te is jó felemész! Jaj, megy fürdeni. Nem nyílik. Nem, ez nem nyílik. Azt a bánatos Jézus Isten! Jó. Felhúztam még egy kart, de nem tudom. A basszus, a múltkor, esküszöm, kinyílt a múltkor. Megint elzáródott. De ezeket... Várjátok, ezek maguk... Ezek maguktól visszazáródnak. Akkor ezeket egyszerre kell... Ezeket egyszerre kell kinyitni, és gondolom akkor lesz jó. De hát basszus, hogy lehetne úgy timingolni, hogy közben a szomszéd meg itt körösz körülöttem? Na megint, még mindig nem nyílik. Na most az is bezáródott. Cső! Az ott egy kuki a kezedbe? Jó van. Aj, basszus, most miért kevesebbet tudok, mint amennyi most van? Mondom, az a videó lett volna jó, csak az a gond, hogy volt benne egy hatalmas hiba, úgyhogy nem akartam úgy föltenni. Na mindegy. De figyeld, én bemennék szívesen, csak itt jön a csávó, érted? De most ide üljél le, légy szíves! Ó, gyerekek, ezt nem bírom. Most hát csinálj magad, már valamit? Ezt mondjuk csinálhatnád itt az ajtó előtt is. Az ajtónak szem, vagy a... festménnyel szembe. És akkor gyorsan lelopom rólad a csavarkulcsot, és meg is beszéltük. Jó van, fulladj meg itt akkor, öcsém. Micsoda? Jó, mindegy. Imbér meg még mindig azzal szórakozik, hogy tök fincsi az a hús, jó, mindegy. De basszus, amúgy a játéknak a környezetét amúgy adom. Nem lehet oda elmenni a házhoz, pedig szerintem pont az lenne a legnagyobb segítség a földön. Biztos, hogy van ott... Lenne ott valami, mert hát ki van dolgozva az a ház, nézd meg. Biztos, hogy ott is lenne valamit csinálni, vagy nem tudom. Lehet, hogy ez a secret place. A szomszéd meg befagyott. Öcsém, ez azóta itt áll, mióta bejöttem a házba. Jó van. Ó, de az a gond, nem tudom még így sem megcsinálni a izét. Még így se tudom megcsinálni, mert most ott áll az a festmé... Vagy a izé, az most Tim. Ó, kinyílt! Wow! Kinyílt! Kinyílt ez az ajtó! Wow! Ja, ehhez kell a csavarkulcs, ez azért nem nyílik. De akkor minek kellett a crowbar? És kinyitom az ajtót. Aha. Hova kell? Ide nem kell crowbar. Hova kell a crowbar? Arra lennék majd én kíváncsi. Le kell szedni ott az ablakokat? Esetleg. Jó, a szomszéd az sajnos bevágolt, jó van. A kulcs. Azzal lehet kinyitni azt a részt. A crowbarra meg nem tudom, mit lehet csinálni, mert most már két crowbar van.
Most már két crowbar van, és nem tudom... Jézus. Jó, mindegy, úgyis jó lesz. Jó. Akkor bemegyünk, és akkor kinyitjuk. Hát a szomszéd meg így nézegethet majd, jó? Figyeljetek, én nem foglalkozok vele. Én jobban... Ne, elnejtsed. Jók vagyunk tulajdonképpen. Az alsóhoz kellett. És akkor még van egy ilyen medve, szív, meg... Ja. Oké. Jó van. Kell a csavarkút, ami a seggén van. És az a gond, hogy ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Nekem meg be kéne mennem abba a házba, de tuti kiszúr. Tehát ez nem kérdés, ez ki fog szúrni. Jó. Ide hozom a crowbart. És megpróbáljuk hátul azt a kis pinceszerűséget megnézni, hogy ott mi van. Már lehet, hogy kicsit kívül oda veszett le az ajtó is, nem azt mondom. Jó, vigyük ezt a crowbart, mert... Azt ott szereztük, akkor oké. Okay. Nézzük, menjünk hátra, nézzük meg, hogy... Milyen ez a... Nem tudom, mire kell ez a crowbar. Meg ha jól tudom, itt vannak ilyen batterik, meg minden. Jó, szerintem ez alapvetőleg zárva van. Na jól látom, minden megvan. Az a gond, hogy a legrosszabb helyen állt meg a szomszéd. Jó, kicsit kívül a crowbarra nem lesz szükségünk. Na. Asta. Fordulj már meg könyörögve, kérlek. De hova a tökönbe mész? Jó, mindegy. Basszus. Ó, nézd csak! Oh. Aha! Tehát a kart kell a bal kezébe, a pajzs meg a jobba. Magyarul... Magyarul ez így jól lesz, mert azt hiszem, ha jól tudom, pont fordítva van amúgy. Ha minden igaz. Majd mindjárt megnézzük csak... Jöjjön körbe a fickó. Vagy hát jöjjön az a script, amikor bejön ebbe a szobába. Mert most nem fogok kifutni eléje, az biztos. Hát... Jó, most jönni fog. Csak nem mindegy, melyik ajtónál. Erre a kódra kéne még rájönni amúgy. Vagy a kód is mi lehet? Még itt van egy földgömb. Hát én azzal sokra megyek. Baszt, észrevett, hogy nem hiszem el. Ne kapj el! Jó. Megúsztuk. Öcsém, mász már át? Öcsém. Jó. Jó, figyelj. Mondom, mi van. Tehát ahogyan látod... Nem. Hogyan volt a rajz? A bal kezébe volt a kard. Jó, mindegy. Akkor az a lényeg, nem kell nekünk a crowbar, úgyhogy ezt letehetjük. Zsír. Ha minden igaz, az ásóra sincsen szükségünk, úgyhogy megpróbálom elszedni tőle majd a csavarkulcsot. De már megint a drága látos szomszédunk eltűnt. Imádom amúgy. Akkor mindig meg kell keresnem. Hogy a script az újra működjön. Imádom. Nagyon jó.
Tényleg nem húzom az időt, srácok, próbálok gyors lenni, csak a csávó nem engedi. Kell a kard. Basszus, ezt nem hiszem el. De nem tudom beállítani, itt van ez a csávó. Elhiszem el, tényleg. Jó. Meg kéne nézni a rajzot, hogy... Szerintem így volt amúgy, és a... Így. Aha, így volt. Oh! Ez egy kapcsoló. Milyen kapcsoló? Hova lehet a kapcsoló szerintetek? Jaj, majd a... Oh, jaj, a medvéhez kell a kulcs. Vagy ez a... Ez a kapcsoló. Jó van. Jó, már kezdünk rájönni. Ez jó. Csak az lesz a probléma, hogyha mindig újra kell kezdeni a játékot. Tehát azzal viszont tényleg problémám lesz. Jó van, megint aludjál, te majom. Jó van, meg kell várnom, mert nem fogok bemenni úgy csak úgy. Az a lényeg, hogy azt a kapcsolót rá kell tenni majd a medvére. Az a lényeg. Jó. Megvárom, míg elmegy. Nem mersz nekem ülni. Ah, Istenem, ezt nem hiszem el. Jó. Figyeljetek, azt csináljuk, hogy megvárjuk, míg elmegy. Tehát, hogy... Tehát, hogy így... ott ül, aztán majd elmegy a konyhába, vagy akár elmehet nekem a másik irányba is, az nekem mindegy. Á, nagyszerű. Nagyon jó. Igen. Ó, és megvan a kulcs. Easy. És ez a szív kulcs, így van. És ezen kívül még két kulcs kell majd, és szerintem az egyik amúgy az benn lesz majd ott árannál amúgy ott bent a szellőzőbe, úgyhogy ezt nem fogjuk elkerülni nagyon. Na. Hát hallod, én ezt már kiviszem, ezt hagyjad már. Nem kell sok. Mert csak az a két kulcs kell. De ahhoz kell nekem majd gondolom a csavarkulcs is, úgyhogy ez vicces lesz amúgy. Jó, biztos vagyok benne, hogy oda kell menni. Ahol most sajnos a szomszéd van, és szükségem lesz a csavarkulcsára. Tehát ez már 200%. De hogy fogom tőle elvenni? Mert sosincs nekem háttal, tehát nekem mindig szembe van velem. De ne csukd már be! Most oda megy és odáig vegyem, hát ez lehetetlen, el fog kapni. Mellesleg nincs nálam semmi, úgyhogy tulajdonképpen nem baj, ha elfog, csak nem tudom, hogy a pajtából mit fog majd tőlem ellopni, miközben visszavisz engem. Megint leül. És már megint bebagolt, ezt nem... Jó, mindegy. Jó, mindegy, nézzünk körbe. Hát, ha találunk még valamit, amitől így magamtól rájövök, és nem kell a szomszédnak az átkozott csavarkulcsa. Ez egy sekhűtő. Aztán majd a végén még elkezdtem volna ordibálni, hogy miért nem jó. Hogy van? A lány van legkívül, és a srác van belül. Oké.
Hey, te köcsög! Jó. Tényleg kell nekem az a csavarkulcs, de nem tudom, hogy hogy fogjuk megcsinálni. Főleg úgy, hogy most elvesztettem, hogy hol van. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy mikor... Mert most nincs nálam cucc, tehát most tulajdonképpen ráérünk. De már megint... Szávasz! Le lehet dodzsolni a csávót simán. Meg kell, hogy üljön le oda. De nem ül le. Minden áron ott akar lenni. Ah! Baszd meg, de beszartam. Oh, anyám. De beszartam. De fasz volt. Jó van. Most kéne ellopni tőle, mert most ugye gyanakszik. De megint leül a seggére, nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Jó, úgy látom megint szükségem lesz cuccokra. Vagy miközben alszik, akkor kell ellopni tőle? Pászd meg! Csukd be! Hú. Ez közel volt. Hova tűnt? Ja, itt van. Baszd meg! Az éjszes Isten! Hát ilyen a földkereksége nincs mit, amit ez a csávó művel. Hát ilyen... Baszd meg! Jó, nem lehet tőle ellopni, jó van. Jó van, mindenféleképpen úgy lehet tőle ellopni, hogyha háttal van. Baszd meg! Oh, Isten! De megint bemész abban a mocskos szobába. What the hell? Itt miért jó lenni? Két kulcs kell. Még. Azt a bánatos jó Isten! Ezt nem hiszem el. De miért oda ülsz le? Hallod? Jézus Isten! Hova jössz? Nyugodj meg! Na menj vissza! Most! Megvan! Easy! Na! Meg is van! Nagyon jó! Nagyon jók vagyunk! Ó, bazeg! Hát ez kemény! Jó? 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 Jó, megvan áron is. És kinyílt oldalról a kulcs.
Nagyon jó. A gyerekek, és most jön a legnehezebb része az egésznek, hogy már csak egy kulcs van. Egy kulcs van, srácok, és fogalmam sincs, hogy hol van. Erre már biztos nem lesz szükségünk. A Hello Neighborből tanultam, hogy egy cucc csak egyszer van használatban. Jó. Már csak a kulcs maradt, de az csak egy kulcs, az a gond. Kétjük. És már csak ez a kulcs kell. De mi? Jó, hát ez biztos nem kell. Ez a nyuszi amúgy nekem itt nagyon gyanús. Itt a háza ugye kiköpte a izét. Gyerekek, egy kulcs kéne. Egyetlen egy kulcs kéne. Aha! Tehát máshonnan kell lemenni majd oda. Oké. Jó van. Tehát további egy kulcs kell ahhoz, hogy megoldjuk. Tehát magyarul még két kulcs kell ahhoz, hogy végig tudjuk vinni a játékot. Jó, de gondolom ehhez nélkülözhetetlen, hogy feljussunk a tetőre. De nem lehet fölmászni, tehát mászni... Biztos, hogy abban a szépben van a másik kulcs, csak a kódot kéne megfejteni. Ez jön! Baszik! Ó, van. További egy kulcs. Basszus, egyetlen kulcs kéne, hogy kivigyük a játékot. Nem hiszem el. Jó, a csavarkulcsra biztos nincs már szükség. Egy fölösleges króbarom még van. Esetleg az autóban nincs valami? Hát igen, ez a vége már ugye kezd unalmas lenni, mert egyszerűen nem tudod, hogy már mit kell csinálni. Tehát majd ezen eljutsz a végére, és akkor a végén derül ki, hogy még mindig van egy olyan dolog, amit nem tudsz. De a kódot amúgy végképp nem tudom, hogy mi. Ez a gond. Mondjuk erről lehet, hogy majd fogok csinálni egy másik live-ot. Amúgy lehet, hogy ezt live-olni fogom majd, mikor ráérek. Körbe kéne nézni a házban, hogy van-e valami, ami... Bazeg? De nem hiszlek el, szomszéd, tényleg, hogy hogy lehetsz ekkora segjük? Nem. De nem lehet ide fölmászni. Nem tudom! Mi lehet ennek a vége? Esküszöm, nem emlékszek rá. Itt jó van, itt vannak siminges poszterek, most jó van, most én mit csináljak velük?
Egy direkt más a beton, vagy van valami összefüggés? Tehát ott egy lakat. De ide hogy lehet lemenni? Az a gond, hogy sehonnan nem látok egy lejáratot, az a gond. Tehát ami számomra probléma. Nem hiszem el. De tényleg. Most hol vagy? Most alszik, jól van. Még nézzünk körbe. Hát, ha van valami, amin elsiklottam. Jajjaj. Jó van. Mik ezek a hangok, amit kiad szomszéd? Peterson, mik ezek a hangok? De komolyan, noha a Valila fingom sincsen, hogy mi lehet az a kulcs. De utána nézni tényleg nem akarok amúgy. Egyszerűen fogalmam sincs. Valamit nem vettem észre. Esküszöm, fogalmam sincs. De komolyan mondom, olyan nagy kár, hogy nem lehet izé elmenteni valahogyan. Mert most elmentem, aztán mit én folytatom legközelebb. Ó, várjatok. Ez a fürdőnek az ablaka, nem? De szerintem itt a fürdőben már... Nem! Nem kapsz el! Ne! Ne! Hú. Jézus Isten, Peterson, de befosadta. Ajaj. De ezzel nem lehet azon kívül más csinálni, hogy itt pattogok rajta amúgy. Ne, 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 léci! Már annyi mindent végigvittem. Ez egyre jobban füstöl, lesz probléma? Ezeket... Jaj, srácok, fogalmam sincs! Basszus, pedig már majdnem végigvittem, nem kellett hozzá sok. Na mindegy. Hát srácok, fogalmam sincs. Hallod szomszéd, segítsél már, léci! Ne álljál ott az ajtóba, mint egy csöves, gyere már ide! Bassza meg a jó Istenem! Oh. Jézus! Mi volt ez a sikítás? Jézusom! Jó, de megtartotta a cuccaimat, hál' Isten! Oj! Oh. Hát bazeg rám indul, mint Úristen, ez tényleg nagyon pedó ez a csávó. Egy kulcs.
Egyetlen egy kulcs. Ő is már gyanakodik, hogy mi az az egy kulcs. De várjál, annak a macinak van valami a hátán. Vagy ez csak árnyék? Annak van valami a hátán, frankón. Mindjárt megnézzük, hogy így elmegy a szomszéd majd. Mr. Peterson, elmegy innen. Erre visszaül a seggére, hát... Aj... Peterson, ne csináld ezt! Peterson! Az ám, hogy ez Pete. Lehet Pete is, nem? Jaj, szerintem ezeket a várakozásokat én szerintem ki fogom vágni, úgyhogy ne... furcsáljátok azt, hogyha van benne vágás ebbe a videóba, mert... Hogyha ennyit kell várni, akkor biztos, hogy vágok belőle, hát egyértelmű. Van valami ennek a hátán. De az csak egy fekete falfirka, hát jó van. Valamint hiányzik további egy... Jézus Isten! Valamint hiányzik további egy térkép. Jaj, tényleg, várjatok, a térkép! A térkép az nem mutat valamit? Itt mutat egy utat, hogy ez itt így kimegy. De ez direkt le van blokkádozva. Ja, de ez csak a izét mutatja, a pajtát, meg az ő házát. Aj. Na jó van, most megoldottam be a szomszédot, nagyon jó, ügyes vagyok. Inkább üljél vissza a seggedre, köszi. Fogalmam sincs, srácok, mit kell csinálni, és már konkrétan 5 perc ezt magyarázom. Nem hiszem el, kéne egy kulcs. Ez is melyik izé szoba? Az a gond, hogy most már nem lehet csak úgy az ablakokra felugrálni, mint a múltkor. Jaj, bazeg, ez már tényleg nagyon sok lesz. És nem tudom. Esküszöm. Lehet, hogy szét kéne nézni a házban, hogy mi micsoda. De most én azzal nem megyek nagyon sehová, mert... Meg közben ez a majom is üldöz engem. Aj. Azért még én itt körbenézek, de... Tényleg nincs itt már semmi nagyon. Lehet, hogy ha hozzádobálunk cuccokat, akkor lehet, hogy szétesik esetleg. Maga a lakat. Mert volt a... Tudjátok, az a másik Hello Neighbor 2 Alpha 1, vagy mi volt az? Hogy ott lehetett látni, hogy mikor hozzávágsz valamit, akkor az úgy szétesik. Nem tudom, ki emlékszik rá. Ezt most megpróbáljuk. Hogy hozzávágom, aztán hát, ha műkszik. És ez most tényleg csak full tip. Mert már az az igazság, hogy... Full lusta vagyok gondolkodni. Hó! Mik ezek a hangok? What? Jó, hát ez csak tip volt. Bazeg, eltűnt a bokorban az ásóm. Mi volt?
Ez mi volt? Ez mi volt? Gyerekek! Na, haragudjatok, srácok, de én elfáradtam. Egyszerűen... Nem tudom, hogy hol van az a kulcs. Lehet, hogy csak a helyéről fogok nézni segítséget, hogy hol van. De... Nem akarom végignézni az egészet, tehát egyszerűen... Én ezt ki akarom vinni valahogy a magamtól, csak egyszerűen... Mindig ez volt a bajom amúgy a Hello Neighbor-ökkel, hogy... Mindig az eleje, az tök könnyű, meg minden... De a végére meg már annyira nehéz, hogy konkrétan... Még a 200 IQ-sok se tudják megfejteni, tehát egyszerűen ez... Mert nálam tuti nincsen semmi, tehát az biztos. Tehát nálam nincsen semmi. A szomszédnál biztos, hogy van még valami, csak szét kéne nézni. De... Én nem tudom, én... Elfáradtam, tehát... Esküszöm! Csinálni fogok belőle szerintem következő részt. Valamikor. Nem tudom mikor. De... Tervezek egy következő részt. Majd ebből. De szerintem az már nem premier lesz, vagy videó, kinek mi. Vagy live. Szerintem amúgy live lesz, mert... Ez minimum 2 óra. Ezt végigvinni. Legjobbik esetben 2 óra lesz ezt végigvinni. Hát srácok, ennyi lett volna a Hello Neighbor 2 demónak az első végigjátszása. Hát figyeljetek, hogyha ti tudtok bármilyen segítséggel szolgálni, akkor azt írjátok meg kommentben. Valamint írjátok meg a véleményeteket, hogy ez a második része a Hello Neighbornek jobb lesz-e, mint az első. Aztán majd találkozunk egy következő videóban, vagy premierben. Na szevasztok!